Jó reggelt, jó napot, jó estét, üdvözöllek benneteket ismét Ciprusról. Én Polgár Anna vagyok, én itt élek a szigeten, és utazás szervezéssel foglalkozom. Ez az én YouTube csatornám, ahol vlog és egyéb videókat láthatok Ciprusról, minden mennyiségben. Közeledik a nyár, és hát nagyon remélem, hogy sokan már nagyon hiányoljátok a jó öreg Ciprust, és sokan tervezitek itt eltölteni a jól megérdemelt pihenéseteket. Én ebben a mai videóban 15 pakolással kapcsolatos tippet és trükköt hoztam nektek, amit remélhetőleg majd jól tudtok használni, amikor készültök egy ciprusi nyaraláshoz, és pakoljátok be a bőröndötöket. Pakolás témakörben én már korábban írtam egy hosszabb blogbejegyzést, és ennek a linkjét megtaláljátok itt lent az infoboxban. Érdemes ezt is elolvasni, hogyha van kedvetek, főleg, hogy ott találtok olyan tippeket, ami nincs benne ebben a videóban, illetve a videóban is találtok majd olyan tippeket, ötleteket, ami hiányzik a blogbejegyzésből, úgyhogy érdemes mind a kettőt elolvasni, illetve megnézni. Kezdjük is akkor el! Ha Ciprusra szeretnél utazni, és nincs útleveled, semmi gond, mivel Ciprus az Európai Unió tagja, ezért érvényes személyi igazolvánnyal is beléphetsz az ország területére. Ciprus mérete körülbelül egy tizede Magyarországénak, tehát viszonylag könnyen bejárható, ráadásul nagyon jól kiépített úthálózattal rendelkezik, úgyhogy ha szeretsz vezetni és szeretnél autót bérelni, akkor a jogosítványodat se hagyd otthon, mert a magyar nyelvű jogosítványt elfogadják itt Cipruson. Egy dolgot azért vegyél figyelembe, hogy itt a szigeten az angol szabvány szerinti közlekedés valósult meg, tehát a baloldalas közlekedés, az út baloldalán közlekednek, a kormány a jobb oldalon van, szóval teljesen fordítva, mint amit otthon megszokhattál. Amit még mindenképpen hozzá magaddal, az az európai egészségbiztosítási kártya, ha van ilyened, mert ez jogosít téged egészségügyi ellátásra itt Cipruson. Ha nincs ilyened, és még van időd utazás előtt, akkor ezt érdemes igényelni. A korábban említett blogbejegyzésemben találsz egy linket, ahol részletesen le van írva, hogy hogyan tudod ezt a kártyát igényelni. A bőröndötök nem annyira feltűnő jelenség, egyszerű fekete, szürke vagy barna színű, mint minden második emberé, akkor érdemes egy feltűnő színű szalagot vagy zsinort kötni a foggantyújára, amiből ránézésre tudni fogjátok, hogy az a bőrönd a tiétek. Ráadásul ezt a zsinort használhatjátok a cipzárnál is, amivel azt is megakadályozhatjátok, hogy a cipzár szétnyíljon. Cipruson, ha használni szeretnéd az elektronikus eszközeidet, akkor ilyen átalakítóra lesz szükséged, ilyen három állású átalakítóra, úgyhogy ha van otthon ilyened, akkor azt hozd magaddal. De ha nincs ilyened, akkor sincsen semmi gond, hiszen a legtöbb szállodában tudnak neked kölcsönözni ilyet, illetve hát a legtöbb üzletben tudsz ilyet venni, és igazából ilyen filléres darabról van szó, ha jól emlékszem, ilyen 5-6 euróba kerül. Utazásnál célszerű mini termékeket venni, hiszen ezzel rengeteg helyet tudunk spórolni a bőrönben. De ha erre nem szeretnénk költeni, akkor a drogériákban lehet kapni ezeket a kis műanyag flakonokat, amiben az otthoni termékeinket át tudjuk tölteni. Velem életemben egyszer fordult az elő, hogy a sampon és a tusfürdő kifolyt a táskámban, és eláztatta az összes ruhámat, úgyhogy én akkor elhatároztam, hogy velem ilyen soha többet nem fog előfordulni, úgyhogy én azóta nagyon odafigyelek erre. Két módja van annak, hogy ez ellen bebiztosítsuk magunkat. Az egyik, hogy luxszal leragasztjuk az összes flakonnak a tetejét, a másik pedig az, hogy fóliával kibéleljük a flakonoknak az alját. Én ezen kívül még lezárható zacsiba is bele szoktam tenni ezeket a flakonokat. Biztosan találkoztatok már ti is ilyen mintatermékekkel, amiket főleg ilyen női magazinokban lehet találni. Én nagyon szeretem ezeket is gyűjtögetni, mert például utazásnál ezek is nagyon jól tudnak jönni. Egy szuper trükk a ruhák pakolására, hogy ne hagyományos módon hajtogatva pakoljátok be őket a bőröndbe, hanem így palacsinta-szerűen feltekerve, hiszen így kevésbé fognak gyűrödni, és sokkal kevesebb helyet foglalnak a bőrönben.
Biztosan ismeritek ezeket a zuhanysapkákat, amiket a drogériákban lehet kapni, és amiket egyébként nagyon jól lehet használni a pakolás során is, ugyanis rá tudjátok húzni ezeket a cipőnek a talpára, és hogyha így rakjátok be a cipőket a bőröndbe, akkor a cipő nem érintkezik a ruhával. Ha a zokniainkat a cipőinkbe rakjuk, akkor azzal is rengeteg helyet tudunk megspórolni. A zokninkhoz hasonlóan a parfümünket is tehetjük a cipőnkbe, így biztos, hogy nem fog sem eltörni, sem kifolyni. Ami még nagyon hasznos pakolásnál, ezek a lezárható zacskók, amiket nem csak a konyhában, hanem pakolásnál is nagyon jól lehet használni. Különböző méretekben lehet kapni, például az IKEA-ban is. Nagyon jól lehet szortírozni benne a dolgokat, például ékszereket, gyerekeknek ceruzákat, vagy akár az oknikat is külön lehet pakolászni ezekbe a zacskókba. Cipruson a napvédelemre extra figyelmet kell fordítani, szükséged lesz jó minőségű napozószerekre és egy nagyon jó minőségű napszemüvegre, és nagyon fontos, hogy ezeket már otthonról hozd magaddal, és ne azzal töltsd a nyaralásod elejét, hogy ezek után kell szaladgálnod. A megfelelő folyadékpótlás szintén nagyon fontos itt Cipruson, főleg a forró nyári hónapokban, és készülj fel, ha veszel egy ásványvizet és beteszed a táskádba, akkor kb. Egy 10-15 perc múlva az már langyos lesz, úgyhogy ha van rá lehetőséged, akkor érdemes venni egy hőtartó kulacsot, amit után tudsz tölteni, így mindig lesz kellemes, hűvös víz a táskádban. Gondolom mindannyian utáljuk, amikor utazás során a fülhallgató összegabolyodik és fél órát kell tölteni azzal, hogy kibogozzuk. Úgyhogy erre van egy nagyon jó megoldás, ez a kis irodai klipper, amit jól használhatunk a fülhallgatónak a rendezésére. Csak egyszerűen feltekerjük, és utána rácsíptetjük ezt a kis klippert. A másik megoldás, ez a kis műanyag lapocska, amit én egy könyvesboltba vettem annak idején, ez kifejezetten erre a problémára lett kialakítva. Volt idő, amikor ciki volt az övtáska, de én úgy látom, hogy most megint kezd visszajönni a divatba. Vannak már ilyen nagyon dizájnos darabok, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert szerintem ez egy nagyon praktikus darab, főleg utazáskor, amikor például a reptéren százszor elő kell venni az útlevelet és a beszállókártyát, és nagyon jó, hogy csak felcsatolod, és nem kell a táskában kotorászni állandóan, szabad a kezed, tudsz tartani egy ásványvizet, és szerintem sokkal kényelmesebb így utazni. A selfie bot nem csak arra tökéletes, hogy fényképeket tudj készíteni magadról, hanem arra is, hogy stabilabban tud tartani a telefonodat, így sokkal jobb minőségű fényképeket és videókat tudsz majd készíteni. Úgyhogy utazáshoz, nyaraláshoz nagyon hasznos lesz, ha beszerzel egy selfie botot. Érkezés előtt nagyon hasznos tájékozódni, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak az adott szálláshelyen. Most itt arra gondolok, hogy ha nem ragaszkodsz a saját kozmetikai termékeidhez, és a szállodában van bekészítve sampon, balzsam vagy tusfürdő a fürdőszobában, akkor ezeket nem kell hozni magaddal, és így egy csomó helyet tudsz megspórolni a bőröndödben. Azt is érdemes megkérdezni, hogy van-e hajszárító, mert akkor azt sem kell hozni magaddal. Egy csomó szállodában például adnak strandtörölközőt is, és akkor azt sem kell hoznod. Mert amint tudjuk, mi foglalja a legtöbb helyet a bőrönben? A törölköző. Hát ezek voltak az én pakolási tippjeim, remélem tudtam néhány olyan dolgot mondani, ami segítségetekre lesz majd, amikor készülöttök és pakoljátok össze a bőröndötöket és indultok Ciprusra. Remélem hamarosan találkozunk Cipruson, én várlak benneteket sok szeretettel, valamint fantasztikus szállás és programajánlatokkal. Ha valami kérdésetek van, akkor ezt ne tartsátok magatokba, írjatok, hívjatok, az elérhetőségeimet megtaláljátok a honlapomon. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, legyetek itt legközelebb is, addig is, sziasztok Ciprusról!